Nyilván vetődik fel önökbe a kérdés, hogy miért Alma Fesztivál. Gondolkoztunk sok mindenben, hiszen a környező településeken már sokféle fesztiválra látogathatunk el. Nem tudom, tudják-e, de itt Felsőzsolcán a almáskert közel 6 évtizedre tekint vissza, és ez a gyümölcsös nagyon-nagyon sokféle gyümölcsen szolgálja ki itt a környékbeli vendégeket, oda a látogatókat, egyébként a rendezvényünket is ők támogatták. Amikor én a tulajdonossal beszéltem, hogy vajon mi is a története itt az almáskertnek, hát tényleg elmondta, hogy azért tényleg több mint 60 éve működik ez az almáskert, és azt gondoltam, hogy akkor jó helyen vagyunk, és a fesztiválunkat Alma Fesztiválnak fogjuk elnevezni. És hogy megerősítsem magamat abban, hogy talán jól döntöttünk, nyilván nagyon sok étel fűződik az almához, ugye a levesektől, a sütemények, ugye egy süteményversenyt is hirdettünk, és hát itt nézek az urakra, de a hölgyek szemébe is, hogy természetesen a pálinka is, nagyon finom pálinka készül az almából. Ez volt az a motiváció, ami arra sarkal bennünket, kollégáimmal, akiknek ezúton is szeretném megköszönni a fáradozásukat és a munkájukat, hogy megrendezzük az első Alma Fesztivált. Úgyhogy Isten hozta önöket, hamarosan következnek a produkciók, előtte pedig a nyereményeket szeretnénk átadni a díjazottaknak. Mazsorettesekkel megmutatják országra, sőt, mit országra, világra szóló tudományukat. Sőt, hát mielőtt elkezdenénk előadásunkat, kérem, fogadják nagy szeretettel a mazsorettes jányokat!
Zsuzsikák! Induljon a vonat! Az utazó közönséget tapsol biztatni természetesen szabad. Bátran-bátran még a kincsét csatlakozók beállhatnak a vonat végére. Majd küldjétek képeslapot, ha odaértetek, jó? Jó, hogy van ilyen rendezvény. Egy kicsit derűs, nem csak a nap, az időjárás, hanem az emberek arca is. És az nagyon jó. Nagyon jó. Az ősz az gazdag, ki kell használni, amíg lehet. És örülök neki, hogy van Kerső Zoltánnak képeslapja. Nagyon jó fotók, és nagyon jó. Vettem többet, elküldöm az ismerősöknek. Jó, jó, persze, szuper, úgyhogy hát nemrég költöztünk, visszaitlattunk, de ide mindig ki kell jönni. Ak még nem volt, annak meg kell próbálni. Ugye nagyon színvonalas, és tényleg szép kell nézni, a gyerekek nagyon jól érzik magukat. Remélem a felnőttek is majd. Kikapcsolódás, kicsit kimozdulunk, a gyerekek is szeretik. Jó, többször, ilyen. Hát még csak most jöttünk, de jó, igen. Elég sok minden is van. Annál is inkább fontos az Alma Fesztivál, mert most már nem minden udvarban van saját almafa, de az egészséges életmódról nagyon sokat beszéltünk az utóbbi időben, de nem biztos, hogy egészségesen étkezünk. Úgyhogy mindenkinek ajánlom a hazai almát, és becsüljük meg még a hazai termelőket, és nincs is jobb a hazai almánál. Szeretjük az almát, sok almát teszünk? Nem elég, nem eleget én szerintem. Utakon termesztjük, meglehetősen nagy területen, több olyan 12-14 fajtánk van, eléggé macerás a termesztés a permetezés szempontjából. Meg ugye a fagykár is éri néha a topi 3 évben szintén, de van azért termésünk, úgy tűnik, hogy nullára kijövünk az idén is. Melyik a legfinomabb alma? Nagyon Jonathan keresnék, csak már ugye azt termeszteni nem nagyon lehet, mert annyira érzékeny a betegségekre, és ugye az EU miatt olyan vegyszerek vannak, amit már nem nagyon lehet használni. Jonathan redet, azt kedvelik a legjobban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei önkormányzat és a magam nevében. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Sikerült az identitás rócson belül itt Felső Zsolcán az elkészült ételeket képviselő asszonnyal, illetve a zsűri tagjaival lezsűriznünk. Én szeretnék mindenkinek gratulálni, nagyon finom ételekkel találkoztunk. Az első helyezett pedig... Mi a titka a jó pálinkán? A jó pálinkának azt gondolom, hogy a szív mindenképpen, a jó alapanyag, meg a nagyon jó pálinka főzőmester, tehát ennek mind a háromnak stimmelni kell, és akkor lesz egy nagyon jó pálinka. Sajnos nem derült ki, melyik pálinkám nyert, de hát ez minket nagyon boldog vagyok, mert mind a három szerintem alkalmas volt arra, hogy nyerjen ezen a pálinka versenyen. Úgyhogy bízunk benne, hogy a legközelebb is előkelő helyezést is tudok elérni a pálinkáimmal egy ilyen rangos fesztiválon, mint amit most sikerült itt Felső Zsolcánnak létrehozni, az Alma Fesztivál. Az én részem az a gyümölcs cefrézése, a barátom, ő pedig a főzőmester, és ő főzi a jobbnál jobb pálinkákat, de hát ezt nem tudom, nekem nincs főzőm, úgyhogy ezt főzetem. Itt Felső Zsolcán, itt a helyi pálinka főzőben. Számomra a jó almás sütemény az mindenképpen tartalmaz az almát, ami nagyon-nagyon jól meg van főzve, meg van kúsítva. És legyen benne egy pici fahéj, de végül is ne a fahéj domináljon benne. Mi azt gondoljuk, hogy ez az igazán jó almás sütemény.
megyei identitás roadshow sorozatát a megyei önkormányzat 2021. augusztus végén indította el. 24 helyszínre látogatunk el a megyében közel egy év folyamán, ahol különböző programokkal próbáljuk egy kicsit a településen élőket, településeken élők identitását erősíteni, hogy mit is szeretnénk ezzel, szeretnénk közösséget építeni, és ezeken a rendezvényeken keresztül minden településen, minden korosztály megtalálhatja a maga kis programját. Ide kell lakni, akkor jó. Kell, és hogyha valamelyik lyukba beleszik, nagyon szeretek idejönni, a fiam lakik itt, én csak vendégedik. Mi tetszett most itt a legjobban önnek? Minden. Az égvilágon minden. Nagyon klassz, nagyon jól érzem magam. Miskolcról jöttünk. Mi tetszett a legjobban idáig? Hát a gyerekjátékok nagyon jó. Hát még vagy, hogy fél órája vagyunk itt, úgyhogy még olyan nagy tapasztalat nincs. De a unokám nagyon jól érzi magát. Nagyszerű ez a mostani rendezvény. Igazán szép számmal itt vagyunk, nagy örömmel jöttünk. Azzal a kis nehézsége, hogy a Rosmarin rendkívül elfoglalt a másik népdalkörrel együtt. A fele csapat tudott most megjelenni majd a következő műsor egyik produkciójával. Nagyon jól érezzük magunkat, én igazán nagyon nagy szeretettel emlegettem mindenhol a polgármester urat, akinek az érája alatt a fiatalok is megszólítva minden korosztály megtalálja magának való rendezvényt. Ez ugyanilyen, és örömmel itt vagyunk, a jó idő is nekünk kedvez, azt már látom. Fesztiválból. Első alkalommal rendeztük az Alma Fesztiválunkat. Hál' Istennek az idő is nagyon kedvezett és jó idő fogadta a kilátogatókat. Járványügyi szabályoknak megfelelően szerveztük a rendezvényünket. A tehetséggondozásra odafigyelve, hagyományőrzésre, hagyományőrző csapatok léptek föl, és természetesen még a nap folyamán fellép a Sky Fanatic együttes, a Generátor együttes, úgyhogy még színes programok várnak rá. És hogy miért Alma Fesztivál? Nyilván az alma az az étel, amit az asztalunkon nap mint nap megtalálhatunk, és különböző étkeket készítünk belőle, úgy mint süteményt, leveseket, és természetesen a pálinkas is az, ami készül a almából, ezért bátorkodtunk arra gondolni, hogy itt Felsőzsorcán megszervezik az első Alma Fesztivál. És hál' Istennek jó ötletnek bizonyult, hiszen nagyon sokan látogattak ki a rendezvényre. Szóval kezdjük azzal, hogy ki az ismertebb, Trabarna vagy Lórán Barnabás? Hát ez egy jó kérdés, nem szerintem Trabarna, de néha Lórán Barnabás, nem tudom. De nem tudok erre a kérdésre úgy válaszolni, hogy ne a szívemből mondanám, szerintem természetesen Trabarna. Nem tudom. Mennyire nehéz megújulni a stand-up comedyben?
meg kell újulni, mert a Shoulder Club az minden évben felemész nekünk 30 perc új anyagot, és hát ezt meg kell írni, elő kell adni, meg kell próbálni, meg kell vele bukni, hogy tudjuk, hogy hol rossz, és utána meg össze kell rakni, és a Shoulder Club elő kell, meg kell újulni. Van, amikor az embernek nem sok kedve van hozzá, de van, amikor csak úgy jön, és akkor puff, megújultam két hét alatt 30 percet, és van, amikor kell rá várni egy évet, hogy nettó 20 legyen. Tehát azért nehéz. De nehéz az ilyen vidéki hakni is, hiszen azért ismerik a poénokat. Hát ha olyat mondunk, akkor igen, a műsorom mindenkinek másból áll össze. Nekem van benne egy új rész, van benne egy olyan rész, amit folyamatosan gyakorolni kell, és fejleszteni, és átírni, és van benne a best of. Tehát ez a három rész, azt tudom mondani, hogy a Metallica is eljátsza mindig az Enter Sedment a végén. Kedves fesztiválozók, műsorunk hamarosan folytatódik a nagy színpadnál, igaz Zsombor? A Generátor zenekar ad koncertet. Addig is jó szórakozást kívánunk Önöknek! Hál' Istennek most egy hosszú szünet után sikerült újra beindulni az életnek itt Felső Zsolcán is. És hál' Istennek van több fellépés, felkérés. Végül is mi készültünk rá, bíztunk benne, hogy eljön az az idő, hogy sikerül fellépni. És hál' Istennek a közönség az követ minket, bármerre megyünk, a Zsolciak pedig szerintem ezt a könnyű pop-rock műfajt szeretik. Hány éve vagytok így együtt? Most ebben a felállásban 2019. decemberétől vagyunk, és tavaly februárban csatlakozott hozzánk egy hölgy, Kosztik Dia, aki Miskolc hangja lett, és utána találkoztunk vele, pont az Együtt Felső Zsolcai Egyesületnek volt a rendezvények házában egy olyan énekes dalos találkozó, ahol mi zenéltünk és más énekesek is énekeltek. Ő volt az egyik, és akkor közös kapcsolat elkezdődött.
Nagyon boldogan jöttem, nagy örömmel jöttem, mindig nagyon szeretek hazajönni Felsőzsolcára, ugye szülővárosomnak tekintem. 25 évet éltem itt, a legcsodálatosabb gyerekkoromat töltöttem el Felsőzsolcán, és hát csodálatos visszaérkezni ide. Színházban múlt héten volt egy premierünk, a Mágnes Miska című operettet adtuk elő, amiben Rola szerepét alakítottam, úgyhogy ez a legújabb műsor, amit a színházban láthatnak, illetve hát a Bála Savoy című nagy operett is porondon van, jövő héten pedig a Deja Vu-ben fogok premierre lépni. Szépen. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt Felsőzsolcán. Nagyon boldog a szívem, hogy újra itt lehetek szülővárosomban, hiszen 25 évig itt éltem, nem is olyan messze innen a sportpályától. Nagyon boldog gyermekéveket töltöttem el itt Felsőzsolcán. Nagy sok-sok ismerős arcot is látok. Majd még messzebbre is elnézek, hát ha még több ismerőssel találkozom. Fogadják nagy szeretettel műsoromat. Operett és nosztalgia slágereket hoztam el Önöknek. Az előbb elhangzott dal a Bála Savoyban című nagyoperettből a szubrett belépője. Ugye a felkonferálásban elhangzott, hogy játszom a Bála Savoyban, de nem ezt a Daisy szerepet, hanem Madeline-t, a primadonnát. De hát úgy gondolom, hogy egy ilyen jó hangulatú, családias rendezvényen inkább a vidám, pörgős slágereket hozom el Önöknek, úgyhogy most ha már táncra perdültem az előző dalban, akkor jöjjön egy musical sláger, mégpedig a mai éjjel táncolnék. Egy
Köszönöm szépen. És akkor most szóljon egy szerelmes dal azoknak, akik remélem nagyon sokan vannak, akik most is szerelmesek. Szépen. Idén 9 éves a zenekar, úgyhogy már egy jó kis életutat beélt a csapat. Rengeteg helyre eljutottunk már, idén például a Campus Fesztiválon is játszottunk, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ide is eljutottunk. Egyébként alapból a csapat miskolci, én jó magam pedig Arnóti vagyok, tehát nagyjából egy köpésre lakom, úgyhogy Felső Zsolca nem ismeretlen számunkra, de először játszunk így a zenekarral itt, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Stílusban hogy lehet titeket meghatározni? Mi főként egyébként reggét és szkát játszunk. Ez a két műfaj az alapillére a csapatnak, de emellett egy kicsit vegyítjük a funkival, a hip-hoppal, vagy egy kicsit, illetve jazzel, hogy egy kicsit emészhetőbb legyen azoknak is, akik annyira nem hallgatnak esetleg reggit vagy szkát. És így a korosztály is nagyon nagy, hiszen a legkisebbtől a legidősebbig mindenki táncolni szokott a koncertünkön. Valamit tenni kéne, csak bízz magadban, ott vagy a magasban. Az fények már vége, és becsukod a szemed, a gondolataidat, egy dobozba összeszeded, és te is meglátod, van tesz egy sajátod. Pont ami biztos, csak rájtel az ígre, és eszedbe jut. Valamit tenni kéne, csak bízz magadban, ott vagy a magasban. Idei tervek?
Idén most eddig kijött már két nagy lemezünk, 2015-ben a Fanatizei című lemezünk, illetve 2018-ban a Valóság vagy Állam című lemezünk, és idén most tervezünk egy harmadik lemezt, ami lehet, hogy nem lesz kézzelfogható, hiszen az eddigi lemezeink azok kézzelfoghatóak voltak, de mint köztudott, ma már annyira nem hallgatnak lemezt, illetve nem is nagyon lehet lejátszani lemezeket. Így idén most azt tervezzük, hogy csak a közösségi felületeken és egyéb ilyen zenei lejátszó alkalmazásokban lehet lesz majd megvenni ezt a harmadik kis vagy nagy lemezt. Oké, saját számok vagy átiratok? Igen, főként saját dalokat játszunk, sőt, szinte csak saját dalokat. Néha-néha belecsempészünk egy-két ilyen kis finomságot, hogy a közönséget is lazítsuk. De csak saját dalokat írunk, amit így általában megoszlik, hogy ki ír. A szövegeket általában mindig én írom, ehhez ragaszkodom. Meg a csapatban is ez így egyértelmű volt, mint énekes, hogy én a szövegeket. Meg nagyon sok dalt is szoktam vinni a csapatba, de általában mindig közösen rakjuk össze, és közösen gyúrunk egy jó kis nótát össze. Thank you.